egy rakott étel következik, zöldségekkel és tejtermékekkel, ez a sajtos sült póréhagyma egy ropogós morzsával, és természetesen, mint ahogy szoktam, egy kis szalonnával megbolondítva. Először is gőzben megpároljuk a póréhagymát egy kicsit. Egy családi adag, 3-4 nagyobb póréhagyma, ilyenből mondjuk 4, ilyenből 3. Póréhagymának csak ezt a végét levágjuk, és egy ilyen 2 centis szeletekre fölvágjuk. És így gőzben egy picit megpároljuk. Körülbelül 10 percig. Amíg ez párolódik, addig készítek egy besamelt, 5 dekagram vajon, meg pirítok 5 dekagram lisztet. És amikor olyan szép szalmasárga kezd lenni a liszt, akkor felengedjük jó zsíros, finom tejjel. Amíg a liszt pirul, friss kakukkfű leveleit lehúzgáljuk erről a kemény száráról. És jöhet rá a lisztre. Gyönyörű szalmasárga, úgyhogy jöhet bele a tej. Én egy habverővel szoktam ilyenkor hozzáadni, hogy biztos, hogy ne legyen csomós. Ehhez a mennyiséghez körülbelül egy fél liter jó zsíros tejet használunk. És só. Egyet forralunk rajta, és jöhet egy serpenyő a lábas helyére, ezt félretesszük. Amikor kész van ez a jó kakukkfűves vajas besamel, akkor egy 10 dekányi reszelt trapista sajtot adunk még hozzá. Apró lyukú reszelőn lereszeljük a trapista sajtot, és így lesz a besamelből sajtszósz. Ugye a póréhagymát sokkal könnyebb megemészteni, mint a vörös hagymát mondjuk, vagy az új hagymát, és nagyon-nagyon jót tesz a szervezetünknek, tulajdonképpen a póréhagyma az egy erős gyógynövény. És most ezt szépen elkeverjük a besamelben. Ha azt érezzük, hogy túl sűrű, mint most nekem, akkor még egy pici tejet nyugodtan adjunk hozzá, hiszen még sütni fogjuk az egészet. Na, ilyen szószállaga van, akkor jó. Még ebbe a sajtos besamel mártásba kell egy kis mustár, ez adja a savat. Még jó, hogy az összeset összevágtam, megpárolt póréhagymát össze kell keverni ezzel a mártással. Ez nagyon jó. Ugye azt ígértem, hogy ropogós lesz. Egy serpenyőben egy icipicit megpirítjuk a szalonnacsíkokat, és zsemle morzsával tovább pirítjuk egy picit, és a tetejét jól megszórjuk. Na és amikor a tetején van, a póréhagyma tetején a ropogós, 200 fokra előmelegített sütőbe betesszük, és körülbelül 20 perc alatt kész is lesz. Ennyi elég is a szalonnának, és jöhet rá a zsemlemorzsa.
két kanállal elég is lesz. És nagyon fontos, hogyha szeretnétek ilyen és ehhez hasonló gyors, praktikus és viszonylag olcsó vagy ünnepi recepteket keresgélni az én konyhámból, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Ez most így kész is, és jöhet a rakottas tetejére. És mehet be 20 percre. Borbás Marcsi minden könyve a www.egypontshop.hu oldalról rendelhető.